megmondom őszintén, a hajós koncertek előtt mindig iszonyúan be van tojva a zenekar, pedig játszottunk már mindenhol, most kulisszatitkokat osztok meg, de tél, és Ákos ez elől a kivétel, úgyhogy nagyon örülök, hogy most vele együtt mondhatjuk el ezt. Én mindig baromira félek ezektől a koncertektől, és hát persze ez addig van, addig az egy másodpercig, míg az ember azt a rögtön a legelső lépcső felmen, és utána ez elmúlik, de ez baromi energiákat emészt fel, és aztán ad is. Tehát én nagyon el szoktam fáradni egy ilyen hajós koncert után, igazából minden apait, anyait bele szoktam adni. Én is beleadok minden apai anyai, de pontosan onnan jön a erő, hogy benned biztosan azért jön, mert hogy felszabadulsz, és akkor ez megnyit egy gátat. Nálam meg, hát én is elárulok egy kulisszatitkot, például a hajón jó esik meginni 2 dl vörösbort, mert az valahogy kicsit rá segít hangolni, és akkor ez így, hát ugye népzenész hagyaték ez valószínűleg, és akkor ezzel meg nálam is megnyílnak olyan gátak, ami sokkal könnyedebbé teszik egy fellépést itt. Mindig az ember nyilván, mivel sokat gyára játszunk már itt a hajón, ezért próbál mindig valami újat mutatni, vagy a régiből olyat, amit ritkán szedünk elő. Valamit elhoztunk Fábiá Júlit, akivel a Waiting for the Sunshine-t előadjuk, és hát lesznek, az új lemeznek a dalai kerülnek igazából elő. Yeah.
just rock among the hands.